Sziasztok, visszatértem, Elmvék, negyedik epizódja, ötödik rész, és jó van. Most már tényleg ez egy befejező rész lesz szerintem, mert iszonytatóan fáradt vagyok most már, ezt egyébként egyhuzamba veszem föl, és király vagyok, na azért nem, de leugrunk, és juhé, juhé, kapacsánká. Ebben a szarba voltunk, szépen elmegyünk a másik szarba. Kit kopi, kopannó. Jöjjöjj. Van egy olyan sejtésem, hogy mivel felszedtük egy kulcsot, rossz fog valami történni, valami rossz. Ilyen túl nagy ívből ezeket a dolgokat. És igen, segítsünk neki. Úgy, né? Várjam, az vállal a kibe. Én meg tolja, szóval ezt nem értem. De mindegy. Menjünk tovább. A tagadék disznót leadjuk. Itt vagyunk. Kifújjunk ezt elem. Ugyanaz történik, csak a másik oldalra kell menni. Jaj. És akkor változás. Na. És most már. Ez az utcsó rész tényleg. Sem tudom. Már csak inni fogunk. Hát jó, én leadom ezt a kis poén, de mi a bar rossz, hogy iszunk, éppen férfi elkezdtünk inni. Gitárok. Úristen, ez a fény, nem tudom, engem egy részben irritál, tényleg. Részben irritál. Még engem hát is tök jó. Tök hető, hát kell tűnni. Hát jó, akkor már mindent átnéztünk. Hát én szerintem semmilyen életet nem tudom, nincs itt. Várjunk egyet, csak a biztonság kezével, hogy nehogy megtámadjanak minket. Hát ja, ötödik rész tényleg ennyi volt, semmilyen nagy dolog. Engedj már el! Szép szoba ez is. Jaj. Na, olcsuk fel az áramot. Új ég világossága. Épületben. És tűcsk újra fegyenünk. Bár már nem szükséges, de tűcsk újra. Értitek, még több világosságot, ketsa! Tényleg gyűjtök egy ilyen vízbe. Körülbelül a házban nézek, hogy mi a faszomat csináltam. Végre!
itt már én is lazítok. Ennyi volt a negyedik epizód. Találkozunk majd a következő epizódban. Császkok! Kész az ebéd! Mi van? Nincs ő. Mi ez? Hát úgy látszik, még megy a játék, szóval. Látszódik, hogy itt, hogy eredetileg kimászott. És ezután mi történt annál, hát azt mondom, de nem tudjuk meg, de az is egy érdekesség. A sötétség kicsit őt is megfertőzte ezen a téren. Thank you.
látható, már egy kicsit meg van fertőzve minden. De őszinte legyek, fáradt vagyok most már tényleg. Bocsát, hogy ropogtatom az ujjaimat, mert minden ilyesmi, de én ezt szoktam csinálni. Ellen zombi lett. Én őszintén ettől nem rémültem, meg nem tudom, hogy ez nem volt bennem. Tényleg ez az utolsó mondván. Mert én többet nem akarok csinálni, és fáradt vagyok, és őszintén teljén az idő ebbe a játékba. Tartulna előtt így a fény. Kíváncsiak vagytok, hogy mi ez a fény, ugye bár. Na hát, hogy is mondjam, papírokat nem elemvég voltak így eltakarította. Nem ez. Ez is majd találkozunk a játékban, mert neki az volt a lényege, hogy ő fog így elrendezni papírokat, ő szólt. El. Gyorsan eltűnt. Elemtűnt, hogy meghalljon. Én tudta, de kiderült, hogy mégse a sötétség megfertőzése miatt. És most a sötétség megtámadja a másik csávó. Akiről annyit kezdődött beszélni a kocsiba is. Elmegy, beveri a fejét, ugyebár, és ebből nem emlékszem. Ez az egész dolga olyan, mint alvaján. Ennyi történt. Ezért tűnt a háza, minden ilyesmi. Hát, és mint látható, kómásan vezetni, meg szívfájdalommal balesettel jár. Ja, gyerekek, ezért ne ígyatok vezetés előtt. És innen indult ébe a sztori. És most már emlékszik. És most jön az a pillanat, hogy a rendőrség megtelt ellen. Na de hogy? Azt majd a következő részt alkalmából kiderítjük. Császtok, ez volt a 4. epizód, remélem tetszett. Ha tetszett, akkor lájkold a... lájkold a... ezt a videót. És ha akarsz még... és hogyha tetszett ez a rész, akkor ajánlom, hogy nézd meg a többit is, amikor többet megtudsz, és nevethetsz akár. Black Macker benne volt a 3. epizódban. Na császtok, én mentem, hogy találkozunk a következő epizódnál, vagy nem tudom, hogy van milyen végigjátszásnál, na császtok!